Az eredmény nagyon jó, meg nagyon fontos. Főleg úgy, hogy abszolút nyolcadikként kerültünk be, a legkevesebb ponttal, a legtöbb kapott góllal, és most higgyék el nekem, hogy nem vagyok én ilyen negatív, de tényleg nyolcadikként. És a végére valahogy úgy összeállt a csapat, hogy a hibák ellenére sem vesztettük el a hitünket. És végre több ilyen nagyon küzdős, nagyon penge élen táncoló mérkőzést tudtunk megnyerni. Most ugye egy kicsit nagyképű hangzik, hogy az utolsó három meccset azt megnyertük, de... Nem nagyképűség, ez tény. Igen, de előtte meg elvesztettünk olyanokat, amiket megnyerhettünk volna, tehát most ezt azért emelem ki, hogy ráadásul ezt egymás után tudtuk megismételni ezt a játékot, úgyhogy hál' Istennek jól működött. Jól bejött az, hogy előre hoztuk a mérkőzéseket, ugye ennek több oka is van. Az egyik oka az, hogy nagyon-nagyon nehéz még egy hónapig a koncentrációt fönntartani. Tehát ez nem egy bajnoki döntő, nem egy bronzmeccs, amiért az ember nagyon-nagyon küzd. Igen, tudjuk, hogy a mi helyünkön ez nagyon fontos volt, és azt gondolom, hogy így is álltunk hozzá. De hogyha figyelembe veszük azt, hogy most kezdődnek az érettségik, nálunk van általában 4-5 ifi játékos. Most kezdődnek a felvételik emellett, és pluszban a vizsgai időszak is egy jó pár embernek. Tehát folyamatos nehézségek lettek volna, és 3-ától 15-ig nem lett volna az Adria, ugye, mert elmegy a brazil válogatottal Japánba selejtezőt játszani, úgyhogy minden arra mutatott, hogy előre kellett hozni. A Honvéd nagyon korrekt volt, hogy ezt elfogadta, és én azt gondolom, hogy bebizonyítottuk, hogy volt ennek realitása. Örülünk neki, én az eredményen kívül még a játéknak is, az, hogy összeálltunk csapatként, hittünk egymásba, annak ellenére, hogy még azért viszonylag sok volt a hiba ezen a mérkőzésen is, a keddin is, meg a Szőnyi útról, meg ne is beszéljünk, főleg védekezésben. De ez a két utolsó meccs, itt már a védekezésünk, itt már valamivel jobb volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez jó út. Hál' Istennek jövőre úgy néz ki, hogy nem kell majd túl sok új játékos beépíteni, lesznek azért, de nem kell túl sokat. Én bízom benne, hogy tudjuk hozni majd az elvárt eredményt. Természetesen várjuk azt meg, hogy nálunk milyen csapat lesz, és hogy az ellenfeleknél milyen csapatok lesznek.